Sziasztok! Ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a blockchain tudásforrás. Én Pinke Attila vagyok, és a mai videóban arról fog beszélni, hogy a holnapi nap folyamán indul az Ethereum 2.0 Spadina nevű tesznetje, Ugye a Modella indult augusztus 4-én, azóta jól működik, és a Spadina pedig olyan már, mintha a Mainnet indulna, tehát egy nagyon-nagyon-nagyon fontos mérföldkő az Ethereum 2.0 életében. És hogy mi várható, ezt hamarosan elmondom. Aztán a második hír pedig erről a nagy hekkelésről fog szólni, ami pénteken történt a KuCoin nevű kriptovaluta váltón. 150 millió dollár értékben vittek el a Bitcoin és rc 20 as alapú tokeneket. És mi lesz ezeknek a sorsa? Közbelépett a, ugye a Tether, és rögtön lefagyasztott rengeteg USDT-t. Szóval, sok minden történt itt. Erről is beszélek. Aztán a harmadik hír pedig, e, szeretnék egy kicsit a botokról beszélni. Na most itt nem azok a botok, amivel e, lehet itt hadonászni, nem is botox, hanem ezek számítógépe, automatizált számítógépes programok. És mit csinálnak ezek például a Uniswap válton? Hogyan jutnak e, a botok tulajdonosai hozzá hatalmas profitokhoz, akkor, ha ez a számítógépes program felfedez egy nagyobb összegű tranzakciót. Nos, erről lesz szó a harmadik hírfolyamán. És ami nagyon fontos, hogy holnap lesz a Blockchain Budapest ugye BD3.0 Budapesten a sugárban, és ugye ez egy nagyon nagy blockchain rendezvény itt nálunk Budapesten. És én is ott leszek, reggel kezdődik, ezért holnap nem lesz videó. Jó, tehát nem igazán tudom kivitelezni holnap reggel a friss híreket, hogyha nem is vagyok egyébként jelen. Tehát szerdán lesz a következő videó, holnap én is a rendezvényen leszek, aztán szerdán minden folytatódik rendesen. A második nagyon nagy hír pedig a következő, hogy október 1 érkezik a következő kurzusunk és ez már egy, egy igencsak nagy kurzus lesz. A címe minden, amit a blokkláncról és a bitcoinról tudni érdemes. 30, ezen hónapokat dolgoztunk, 30 leckéből áll, és úgy raktuk össze az egészet, hogy aki kezdő, az egy fantasztikus tudást kapjon. Aki már foglalkozik ezzel, annak jusson olyan lecke, amiben mélyebben belemegyünk a dolgokba, és ha ezt a kurzust elvégzett, akkor egy, egy, egy nagyon jó képet kapsz az egész blockchainről, bitcoinról, és megérted, ami nagyon fontos, hogy miért forradalmi ez, és miért lenne érdemes bitcoinba fektetni. Ne csak azért, mert a szomszéd mondja, hogy ú, ez nagyon jó, mert akkor, akkor az olyan, mint a, a, a kaszinózás. Csak, ó, tegyük a pirosra, azt mondják, hogy azt fog nyerni. Nem, tudd, hogy miért teszed. És hogyha bármi pénzt fektesz kriptóba, legyen az bitcoin vagy más, akkor ez a kurzus egy alap. Ez nagyon fontos. Október 1 jön, holnap ugye nincsen videó, szerdán egy nappal az indulás előtt el fogom árulni, hogy milyen fejezetek lesznek benne, és akkor fogod látni, hogy fú, micsoda komplex kurzus. Tehát nagyon klassz, mi már nagyon várjuk az indulását. Na, és akkor nézzük meg, hogy hogy néz ki jelenleg a piac. Szóval Bitcoin 1870 dolláron, plusz 2%-os növekedés ez az elmúlt 24 órában, Ethereum 358 dolláron, ez is majdnem 2%, tehát 1,74%. Aztán persze vannak jók is nyerteseink, például a legnagyobb az R-Wave, 57%-ot ment föl az elmúlt 24 órában. Aztán itt van Swipe, nagyot ugrott szintén, ugye esett, esett a többiekkel ez is együtt, de ez most szépen visszatért, 41%-ot ment föl, aztán Cyberwane 20%, és hogyha megnézzük a veszteseket, Loopring 6%, DFI Money 4%, Hyperion 4%, nincsenek nagy vesztesek, inkább most fölfele megy a piac az elmúlt 24 órában, ami tök jó. És még mielőtt belemennék ebbe az Ethereum is hírbe, azért arra rávilágítanék, amit Lark Davis is megosztotta Twitteren, hogy az, a bitcoin már 63 napja 10 ezer dollár fölött van folyamatosan, és ez a leghosszabb időszak a bitcoin uh, létezése óta, hogy 10 ezer dollár fölött legyen, <kül> és akkor is, amikor egy icipicit pillanatra beesett, akkor annyira agresszíven kezdték vásárolni, hogy pikpak visszanyomták 10.000 dollár fölé. Szóval itt lehet látni ugye az ábrán, itt voltak ezek a pici leesési, is, és rögtön, rögtön ment vissza. Szóval ez egy nagyon jó jel. Aztán ez a hét egy izgalmas hét lesz szerintem. Ugye mondtam, hogy egy volatilis októberre számíthatunk, szerintem. Ugye például a holnapi napfolyán lesz a vita Donald Trump és Joe Biden között és uh, majd kíváncsiak, hogy ebből is mi lesz. Ez néha egy kicsit olyan mapet show, de hát uh, a cirkusz kell a népnek. Uh, valamint, ugye ne felejtsük el, hogy a stimulus stimuluscsekkekkel kapcsolatban, ugye ez a segélycsekkekkel is uh, szavazás várható. Október uh, másodika előtt ezt ígérték, aztán persze, hogy ebből mi lesz, majd meglátjuk. Szóval még az is lehet, hogy a héten megszavazzák a stimulus csekeket, ami egyébként hosszú táv, rövid távon mindenképpen egy lendületet adhat a piacnak, a tőzsdének, és ezzel együtt természetesen a bitcoinnek és a többi kriptovalutának is. De ugye rosszul is elsülhetnek ezek a dolgok. Tehát igazából egy izgalmas hétnek nézünk elében, nem nagyon tudni, hogy mi lesz, de hogy lesznek változások, az, az nagyon valószínű. Tehát érdemes nyitva tartani a, a szemünket. És mindenképpen nézzétek a napi videókat, mert én abszolút napra készen tartalak benneteket. Na, és akkor jöjjön az első hír, ami az Ethereum 2.0-hoz kapcsolódik. méghozzá a Spid Spadina nevű tesztet a holnapi nap folyamán indul. Itt lehet látni, szeptember 29-én, és Ugye a Modella testnet augusztus 4-én indult el, azóta tök jól működik. Ez a Spadin, ez meg már kicsit olyan lesz, mint a Mainnet lenne. És ami nagyon érdekes, hogy itt lehet látni, hogy ez egy rövid életű lesz, három napon keresztül fog futni, aztán utána leveszik. És ez alatt a három nap alatt tényleg próbálják tesztelni azokat a dolgokat, mintha már a Mainnet működne. És amennyiben és jól sikerül, és egyébként erre van jó esély, akkor már az is lehet, hogy ezután ki fog derülni, hogy mikor fog indulni a várva várt Ethereum 2.0, hiszen akkor lehet, hogy végre köszéteszik azt a napot, amikor ezt elindítják, és ez bizony felnyomhatja az Ethereumnak az árát. Ugye azt megfigyelhetjük, hogy igen, többször már megfigyelhettük, hogy amikor van egy nagy esemény, amit nagyon várunk, az előtt nagyon szépen megy föl az ár, és amikor az megtörténik, akkor általában egy zuhanás van. Tehát sokszor az emberek fordítva gondolják, azt várják, hogy ha az beindult, na akkor onnantól puff, kilövés van. De legtöbbször ez fordítva néz ki. A várakozás az a fajta dolog, hogy mi lehet belőle, hogy lesz, milyen lesz az generálja inkább az árnövekedést, és utána általában egy esély szokott lenni. Persze hosszú távon, amikor jól működik, bármi is indult el, akkor természetesen majd uh, megy föl. Láttátok az Aeronnál is mi volt, ott is az volt, hogy uh, beindult a ménet, és akkor utána esett le. De valószínűleg egy jó projekt, hosszú távon az is majd uh, kifizetődő lesz. <kül> szóval uh, ez a uh, Spadina... Nagyon kíváncsi ezek rá, hogy, hogy hogy fog működni. Ugye 29-én, tehát a holnapi nap folyamán indul. Három napig, és utána lehet, hogy újabb hírek várhatók, és végre kiderülhet, hogy mikor vált tényleg a Proof of Worker, a Proof of Stake-re az Ethereum. 2015-ben ugye nyáron indult el az Ethereum 1.0, és most, ha minden igaz, összejön, és 2020-ban elindult a 2.0, de még nem tudjuk a pontos dátumot. Aztán jön a második hír, amiről ez a bizonyos uh, hacker támadásról szól. A pénteki nap folyamán 150 millió dollár értékben ugye, uh, vittek el uh, bitcoint a Kucoin nevű váltóról, a kriptóta váltóról, ami egyébként nem egy rossz váltó feltétlen, uh, az egyik uh, a nagyok közül, uh, a centralizált váltók közül és természetesen RC20-as alapú tokeneket is elvittek, köztük USDT-ket is. És ugye mit csinált a Bitfinex és a Tether, aki ugye kiadja ezt a stablecoin t a USDT-t, azonnal lefagyasztott 33 millió dollár értékben, tehát 33 millió értékű USDT-t, azt feltételezve, hogy ami éppen kapcsolatban lehet ezzel a hacker támadással. És egyébként ez számos vitát beindított az interneten, mert ha belegondoltok, akkor az, hogy van ez a centralizált stablecoin, ők bármikor hozhatnak egy olyan döntést, hogy valamilyen tranzakcióval kapcsolatban befagyasztanak dolgokat, mert éppen gyanús. Ezt ugye az emberek sérelmeztetik is, mert akkor azt mondják, hogy fú, micsoda hatalom van a kezükben, és hát ezt, ezt el tudják tőlem e, akkor venni. Eddig erre még nem volt precedens, hogy ezt negatívan használták volna. Itt is teljesen azért van az egész, hogy megakadályozzák, hogy a hacker azt a bizonyos e, megszerzett RC20-as alapú USDT-ket tovább tudja költeni. És itt van egyébként a, a másik e, cikk, ami, de nem ez, de mégiscsak ez lesz az. Ja, így van. Szóval, hogy állítólag el is kezdte adni egyébként a, a tokeneket a Uniswap-on. És hát ugye miért a Uniswap-on? A Uniswap egy decentralizált váltó, tehát hogyha egy centralizált váltón te regisztrálsz, akkor meg kell adni ugye a nevedet, akkor a, a bankszámla számodat, és nyilván onnantól kezdve az a bizonyos cím, amit te ott kapsz, abszolút beazonosítható veled egy decentralizált váltón ezt nem kell megtenned. Ugyanakkor a, ezek a bizonyos uh, Ethereum-ok, -ok, ERC-20-as tokenek abszolút lemogyó, lenyomozhatóak, <laughs> ahogy vándorolnak, tehát esély van elkapni nyilván a hackert. Persze az is lehet, hogy van egy kisebb váltó, és mondjuk itt van 150 millió dollárról beszélünk, értékű ö, ö, tokenről és coinról, akkor előfordult, hogy valahogy sikerül egy kis váltóval valahogy megegyeznie, hogy na, jó, akkor mit tudom én, kapsz ö, 30 millió dollárt, rengeteg pénzt, és akkor cserében valahogy engedi, hogy, hogy ezek ö, kicsusszanjanak valahogy. Tehát nyilván nagyon sok mindenre van megoldás a kriptóban, most ugye azon dolgoznak ö, nagy erőkkel, hogy először is elkapják, kettő pedig megakadályozzák hogy a hacker be tudja ezeket váltani, és tényleg pénzt csináljon belőle. De amit mindig mondani szoktam, szóval miért fontos, hogy ne tartsuk a pénzünket, váltóm. Jó? Tehát tudom, hogy nagyon praktikus, hogy ott megvetted, és akkor már ott hagyod, mert, mert emberi lustaság, de... Nem olyan gyakran vannak régen, sokkal több ilyen <coughs> váltó meghekkelése volt. De amikor mindig azt mondják, hogy valakinek eltűnt a bitcoinja, ellopták a bitcoinját, az azért van, mert fönt hagyta egy váltón, egy hot walleton és egy hot pénztárcán, és ez online van, azt a felületet, ahol tartja, azt meghackerik és láss példát, mint ez is elviszik a kriptóját. Szóval itt is a cikkben is hangsúlyozták, és kukoin is, hogy aki e, cold wallet tehát hogy egy ilyen offline pénztárcán tartja, azok abszolút nem sérültek, csak azokkal van baj, akik föntartották a KuCoin váltom. Szóval erre vigyázzatok, ez a hack, ez most volt pénteken. És akkor jöjjön a harmadik hír, ahol is a botokról szeretnék egy kicsit beszélni. Szóval, mint ahogy a bevezetőben is említettem, ezek automatizált számítógépes programok. És a lényeg az, és itt egy példa, ezzel szeretném magyarázni ebben a cikkben, hogyha van egy bána a bálnak ugye azok, akik nagy mennyiségben vásárolnak, és ők szeretnének venni valamit, nagy összegben, például nézzétek meg, itt volt 25.917 Pickled nevű token szeretett, pontosabban vett is, Mindezt 580.286 USDC értékben, és ugye a USDC is egy stablecoin hozzá van kapcsolva a dollárhoz, tehát ezt vehetjük azt, hogy ennyi dollár értékben, több mint fél millió dollár értékben szeretett volna vásárolni. És azt is szerette volna, hogy ez a tranzakció gyorsan menjen át, tehát az átlagos 400 valahányos gwei, ugye geszárat, fölvitte 900-ra, hogy flottabul menjenek a dolgok. Igen, nem, de mi történik ilyenkor? Ugye ez a Uniswapon van. Vannak ezek a bot névre hallgató, e, itt egyébként láthatjátok, nézzétek, hogy bot, így, tehát így hívják őket. Szóval vannak ők, akik, ugye, e, amik számítógép, automatizált számítógépes programok, és figyelik folyamatosan az Ethereum e, mem poolokat. És Fölfedezték ezt a tranzakciót, hát ugye fölhívta magára a figyelmet, óriási összegben, fölnyomva a geszárat, és ilyenkor beindul a verseny. Ezek nem csinálnak mást, mint elébe akarnak furakodni, azok pedig nagyon egyszerű. Hogyha ekkora összegben valaki vásároljon egy pickelt, az valószínű föl fogja nyomni ennek a tokennek az árát. És amit ők szeretnének kihasználni, ez az arbitrás, hogy még mielőtt a tranzakció létrejön, ők még azelőtt hozzájussanak a höz és majd szinte azonnal el is tudják adni, de azt már természetesen az emeltáron. <kül> és ahogy ez sikerült nekik, négy bot küzdött ezért, az egyik mondom, nagyon rövid idő alatt több mint 13 ezer dollár profitot csinált, a másik még több mint 7 ezer dollár profitot, aztán volt kettő, amelyik elvesztette a GESZ árát, ez egyébként nagyjából itt lehet látni, hogy ö, mekkora értékben, ez körülbelül egy, picivel egy ö, ether alatt volt. És ö, lehet látni, hogy az első bot az 1606 pickle tranzakciót indított el, tehát annyit vásárolt, ő a 82. helyre furakodott ö, be, tehát rögtön majdnem az elejére, aztán... Eretok, hol volt ez? Igen, 82. Ja igen, jók vagyunk, oké. Okay. És ö, hatalmas árat fizetett azért, hogy ő ide bekerüljön, 31.705 grade. ugye? előbb láttuk, hogy a, a, a nagy tranzakció, miatt az egész helyen indult, az 900 vej volt, és az már a duplája volt az átlannak. Ez meg 31 ezer, tehát hatalmas ár. Itt lehet a tranzakciós díj 2 iter közel, 1,92 blablabla, blabla és így tovább. Aztán a 83. helyen jött a következő bot, de ő nem járt sikerrel, ezért közel egy íter gas áratő elvesztett. Aztán utána jött a következő, ő pedig szintén sikertően járt a 84. helyen, és ő 0,7 ítert vesztett. Aztán érkezett a negyedik, ő viszont szerencsés volt, ő 3421,61 pickelt vásárolt, ugye swapolt, és ennek egyébként a gesszára több mint 17 ezer tehát mondom 400 volt akkor az átlag, és 17 ezer, tehát óriási ár, a tranzakciós díja másfél uh, ether. És uh, végül a 89. helyen történt meg az a bizonyos ominózus tranzakció, amiért az egész elindult, ugye amikor több mint fél millió dollárért uh, vásárolt valaki uh, pickled, és uh, lehetett látni, hogy utána a 106. helyen a bot, aki 100 1606 pikolt vásárolt, 79,9 íterért eladta őket 20,19 íternel magasabb áron, és a másik pozíció a 116. volt, aki pedig a 3421 pikolt vásárolta, ő pedig 30 5,39 Ether növekedést ért el, tehát annyival többért tudta eladni. Itt lehet látni egyébként jobban akkor a tranzakciókat, itt vannak a címek hozzájuk, és akkor tessék, itt van, hogy az egyiknél 35 Eater volt a növekedés másiknál 20. Itt volt, hogy mennyibe került a tranzakció enni 1,6 Iter, itt 2 íter a profit pedig 33,18 18 dollár van, 13140 vagy 7074 egészen pontosan. És uh, utána persze uh, megtörtént a, a, a tehát megtörtént a tranzakció, és utána ezek gyorsan ki is kesseltek. Szóval, amit szerettem volna ezzel mondani, hogyha, hogy egy bálna vagy, akkor lehetőleg ne indíts óriás giga tranzakciókat a Uniswapon, mert ezt ki fogják használni ezek a botok, és természetesen akkor lenyújják az egészet, ugye te azzal a nagy tranzakcióval fölnyomod az árat, ők nagyon figyelik ezeket, és nyilván, amikor elindítasz egy tranzakciót, akkor az még önmagában nincsen jóváhagyva, akkor csak elindult. És hát Tudjuk, hogy ezek itt a másodperc tölt részei alatt dolgoznak, hiszen ez automatizált számítógép programok, nem emberek ülnek ott, hogy megnyomják a gombot és nézegessék a képernyőt. És pontosan ezért ilyenkor lehet látni, hogy iszonyatosan fölnyomják a tranzakciós díjat. Hát nézzétek meg azért, a Gway, tehát mondom 400 gvej, az sem kevés már, de, de, de azt mondta akkor is ott átlagnak és azt, azt akart, hogy ez a félmilliós dolláros tranzakció átmenjen 900 gólyai, ezek meg fölnyomták 30 ezer, meg 17 ezer gőjre, hiszen valahogy be kellett kerülni. Ugye mi történik, ugye, kiválasztják a, a, a tranzakciókat a, a bányászok, a, a púból. hát nyilván azt fogják elsőnek választani be, nagy, magas a tranzakciós díj, és hogyha ilyen gigatranzakciós díj van, akkor rögtön lecsapnak rá, és biztos, hogy be kell érül a sorban, és utána pedig, ahogy fölment az ár, ők már rögtön adták is el, és hát ugye hatalmas profitra tettek szert. Na, ez csak egy érdekesség hogy aki esetleg nem tudta, hogy ezek a potok hogy működnek, hogyan tudják kihasználni, és a legjobb egyébként, hogy ez teljesen legális. Tehát, hogy nincsen ez abszolút szabályozva, és így is hatalmas profitra tudnak szert tenni. de az egyre többen állnak rá egyébként erre, és figyelik az óriás gigatranszakciókat, hiszen abban van akkor nagy arbitrás, akkor fog majd fölmenni nagyot az ott tokennek az ára. Nos, ennyit szerettem volna mára hozni. Hogyha tetszett a videó, akkor mindenképpen nyomj egy lájkot, azt nagyon szépen köszönöm. És hogyha egyszerűen csak szeretnél napra kész lenni a blockchain és a kriptovaluták világában, akkor egy dolgod van, föliratkozz erre a Blockchain Blue Hungary YouTube csatornára. Aztán megnyomod a csengetyű gombot, hogy azonnal megkapd a videókat, hiszen ennek akkor van értelme, akkor eszed napra kész, azonnal eljut hozzá az információ. Ez nagyon sokszor vannak olyan infók, ahol gyorsan kell lépni. Van olyan, ami persze ráér, meg hogy majd történik valami két hét múlva, de valamikor olyan, hogy hú, jó, hogy erről tudok, és akkor már is akkor lépnem kell valamit. Tehát kapd meg azonnal ezeket. És nagyon fontos, hogy minden hétköznap, hétfőtől péntekig teszem föl a videókat, tehát minden hétköznap friss híreket kapsz, de csak akkor, hogyha feliratkozol természetesen, akkor jut rögtön el hozzád. És akkor ne felejtsétek el, hogy holnap nincsen videó, hiszen kint leszek én is a Blockchain Budapest BD 3.0-án, itt Budapesten a sugárban, de egyébként, hogyha érdekel a, a blokklánc világa, akkor itt rengeteg szakértővel tudsz találkozni, érdekes előadások lesznek, és még mindig lehet rá jegyet kapni, tehát egyébként te is akkor elmehetsz, ha szeretnéd és euh, akkor szerdán lesz a következő videó, amikor be fogok számolni, hogy éppen egészen addig mi történt. Izgalmas hétnek nézünk elébe mindenképpen, hiszen mondom, lehet, hogy jönnek a stimulus csekek, vagy nem jönnek. Minden esetben lehet, hogy lesz róla már szavazás. Ha igen, akkor ez elindíthatja a piacot, hogyha nem, akkor megint egy medvés hangulatot teremthet. Tehát euh, sok minden eldőlhet ezen a héten. És ezen a héten indul az új kurzus is. Amit mondottam, minden, amit a blokkránszor és a bitcoinról tudni érdemes, és erről bővebben fogok egy kicsit egy nappal a kurzus indítása előtt szerdán beszélni, hogy mi lesz benne, hiszen hogyha már letöltötted az ingyenes kurzusunkat, akkor láthatod, hogy tényleg minőségi tartalmat biztosítunk, és ha azt tetszett, akkor, akkor ezt imádni fogod. Ez egy nagyon komoly 30 leckéből álló kurzus, és nagyon részleteiben belemegy, amit a bitcoint és a blokkláncot illeti. Tehát ha kezdő egy ha már benne vagy, biztos, hogy találsz benne egyébként sem megért magadnak. Na, szerdán jövök akkor vissza mindenkinek, szép napot, és sziasztok!